Sziasztok, Dani Alves vagyok, és ez itt podcastünk legújabb adása, amelyben a szemekbe zárt titkokat fogjuk kibeszélni, mármint a legújabb amerikai szemekbe zárt titkokat, méghozzá vendégemmel, Lisztessel, akinek hát azt hiszem mondhatom, hogy nagyon határozott véleménye van arról, akik nem szeretik ezt a remake-et. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Hát én nem vagyok határozott ember, de igen, végül is lehet így mondani, hogy szerintem ez a remake igazából megállja a helyét, de majd erre mindjárt rátérünk nyilván konkrétabban is, de egyáltalán nem tartom feleslegesnek, mint azt úgy sokan tartották így előjáróban talán ennyit. Mit kell róla tudni? Magáról a filmről ugye, ez egy 2009-ben készült filmnek a, hát remake-je? Ezzel megint el lehet vitatkozni. Igen, ugye az azért lehetne talán vitatkozni, mert ez ugye az eredeti film is már egy regénynek az adaptációja, és hát ilyenkor ugye el lehet mondani, hogy hát nem a filmet remake-elik, hanem tulajdonképpen a regényt adaptálják újra. Ugye ezt nem tudom, korábban is például a Carrie esetében, hogy akkor most miről beszélünk, hogy a filmet dolgozzák fel, vagy az eredeti Stephen King regényt, tehát itt is felmerülhet, de én azért úgy gondolom, tehát, hogy nagyon sok hát vizuális megoldásban, illetve történeti dologban is azt látom, hogy elsősorban a filmnyomdokait próbálta követni, illetve hát én nem olvastam a regényt, tehát ezért nem tudom azt mondani, hogy a regényhez nyúltak hozzá, de ugye IMDb-n is fel van tüntetve például, hogy a 2009-es film forgatókönyvét forrásként használták fel. Tehát szerintem beszélhetünk remake-ről. Aha, ebben a szempontból, hogyha ők felvállalják, ugye az IMDb-n azért a közhiedelem ellentétben az itt az ilyen adatlapokon, ott amíg fel van tüntetve, az általában megegyezik a stáblistával, tehát hogyha ők ottan vállalták azt, hogy már pedig az 2009-es filmnek a forgatókönyvét is felhasználták forrásként, akkor onnantól kezdve igen, beszéltünk remake-ről. Hogyha nem használták volna fel egyáltalán, akkor meg az egy újbóli adaptáció lenne, ami azért egy teljesen fontos lényegi különbség, hogy miből dolgozik az ember, tudod, mert van egyszer forgatókönyvből dolgozol, akkor remake-et csinálsz, hogyha könyvből dolgozol, akkor újból adaptálsz, mert az teljesen más. Aztán persze lehet, hogy mind a kettőből dolgoznak, és akkor innentől kezdve már igazán bonyolódnak az események, és csupa izgalom. Igen, és ugye említetted, hogy nem gondolt, hogy felesleges lenne ez a remake. Tulajdonképpen azért egyáltalán nem egyértelmű, hogy mi a remake célja, mert tehát nagyon sokféle remake-et látunk, akár az, hogy mondjuk a közben eltelt idő miatt érzik úgy, hogy aktualizálni kell, akár úgy, hogy tehát egy teljesen más kultúrából jön az eredeti film, és ezért gondolják úgy, hogy esetleg ezt át kell fordítani, és ha azt vesszük, tehát, hogy én szerintem nagyon pragmatikusan nézve a célját elérte ez a remake, mert szerintem az volt a célja, hogy fogtak egy argentin, hát gyakorlatilag az USA-ban már művészfilmnek számító darabot, és azt megpróbálták feldolgozni úgy, hogy az amerikai emberek is szeressék, és nekik is bevegye a gyomruk, mert azért szerintem én azt látom, hogy ott azért ezek a külföldi produkciók egy ilyen nagyon, hát nagyon ilyen obskurus réteget képeznek, tehát én mindig elhűlök azon, hogy amikor Magyarországon bemutatnak egy európai, egy francia, vagy akármilyen filmet, az USA-ban sokszor csak fél évvel, évvel később jelenik meg, tehát hogy ott egyáltalán nem ilyen erős hát a saját filmiparukon kívüli jelenlét, úgyhogy ott egyértelműen szükség van arra, hogy ezeket a történeteket így a közönség elé hozzák. És azt gondolná az ember egyébként, hogy ennek mondjuk nyelvi akadálya van, de egy csomó brit film is egy csomót szokott késni, nem tudom, de még a legenda hát is meg fél évet. A brit filmeket is remake-elik, tehát van a, nem is tudom, a Halálos temetés, vagy mi annak a címe, amiből ugye létezik egy igen. 2007-es brit és egy 2010-es amerikai film, tehát ugye ez se ritka. Szemekbe zárt titkok esetén az egyik, amit mondtál példaként, a más kulturális közegből áthozott remake-ről van szó, tehát áthozott történetről van szó, és beültették az amerikai történelembe, a közelmúlt történelmébe, ugye ez konkrétan a 2001. szeptember 11-e utáni félelem, az akkori terrorveszélytől való félelem korszakába. És ugye
ezzel tulajdonképpen átvették azt a, vagy kiküszöbölték azt a problémát, hogy az argentin változat ez nagyon erősen kötődött az argentin 1970-es évekbeli a kormány által pénzelt ilyen terrorista, meg felbújtó szervek ténykedése korszakára. Nem tudom, hol ezt a mondatot, szóval, hogy szóval az az időszak, az ugye nincs meg az amerikai érában, ezért valami más kellett kitalálni, és szerintem ezt a remake egyébként nagyon, nagyon okosan és hibátlanul vette. Hát szerintem meg éppen ez a fő probléma, hogy az amerikai történelemben egyszerűen nincs olyan korszak, ami egy ilyen hasonló folytogató jelleget öltött volna, mint ez a diktatúra. Ugye nekünk magyaroknak azért nem nehéz ezt átérezni, mert hát ha mi még személyesen nem is éltük ezt meg, azért nyilván a felmenőinken vagy a családaink történetén keresztül azért tudjuk, hogy milyen volt, milyen egy ilyen diktatúra, de szerintem tehát az amerikaiak ezt nem igazán tudják átérezni, és úgy éreztem, hogy Billy Ray a film forgatókönyvíró rendezője se igazán tudott egy olyan helyzetet teremteni, ami méltón adná ezt vissza, mert én úgy éreztem, hogy így nagyon próbálja súlykolni, tehát minden második mondatban benne volt, hogy fú, hát mekkora félelem van az emberekben, de azért ez, tehát a terrortól való félelem azért mégiscsak más, mint amikor egyszerűen azt érzed, hogy a melletted ülő emberbe se bízhatsz meg, mert mi van, ha másnap feljelentés, és pont, hogy az állam fog az életedre törni, mint ahogy az ugye az eredeti filmben meg is történik, hogy aztán gyakorlatilag halálos fenyegetésé válik a diktatúra fenyegetése. És itt azért ezt nem éreztem, tehát hogy itt nem az egyén és a rendszer áll szembe, hanem tulajdonképpen valamilyen szinten két csapat, tehát az amerikai igazságszolgáltatás, bűnöldözés, illetve a terroristák. Ugye nyilván megvannak a törések, tehát a film is arra építi a konfliktust, hogy az igazságszolgáltatásból is vannak bizonyos elvi konfliktusok, de hogy alapvetően az az oldal többnyire bízhat egymásban. És amikor azért próbálják ilyen kicsit összeesküvősebb irányba elvinni, hogy azért a film főszereplői őt tulajdonképpen elárulják a felettesek, akkor én nem éreztem hitelesnek. Pedig én pont ezt akartam mondani, hogy itt rohadtul nem az igazságszolgáltatás versus terroristákról van szó, hanem az igazságszolgáltatás két fajtája, mondjuk hogy a becsületesebb, meg a szürke utakon, vagy fekete utakon járó igazságszolgáltatásnak az összeütközése, ami tulajdonképpen megfelelhet annak, hogy azok az emberek, akik ellenük, a főhőseink ellen vannak, azok lényegében megfelelnek annak az állami terrornyomásnak, tehát hogy bármit megtehetnek, tudod, és igazából következmények nélkül. Nekem ez azért úgy átjött valamennyire, és nem éreztem egyáltalán izzadságszagúnak azt, hogy ezzel helyettesítik az állami diktatúrát például. Én azért nem gondolom, hogy következmények nélkül, tehát azért akármennyire is, hogy mondjam, szabadjára engedték ezeket a terrorellenes szervezeteket, én mondjuk nem tudom elképzelni, hogy FBI, CIA, mondjuk a saját tagjainak az életére törne, ha azok esetleg, hogy mondjam, borítják a Billit. Nem néz elég filmet, tehát egy csomó ilyen film hát van. Hát épp ezt mondom, hogy tehát, hogy ez inkább a filmek világa, és ez, ja, ez mert most nem azt néztük, vagy mi? Hát nem, csak azt mondom, hogy ez kicsit ilyen James Bondos vagy Jason Bourne-os jellegű dolog, amit itt megélnek ebbe a krimibe, és ami az eredetibe történt, az nekem kicsit valóságszagú volt, vagy kicsit súlyosabb volt. Ettől szerintem ez súlytalan lesz a szemekbe zárt titkok, hogy ilyen egészen kémfilmes húzások irányába viszik el. Hát nézd, azt nem lehet tagadni, hogy amerikai film lévén amerikaiabb lett, tehát megvannak azok a tipikus, úgymond Hollywoodinak csúfolt fogások ebben az új történetben, amik kicsit máshova helyezik a hangsúlyokat, és ettől talán egyrészt szerintem közönségbarátabb lesz, tehát az argentin változathoz képest, hát csúnya szóval élve szórakoztatóbb lesz valamilyen szinten. Másrészt pedig igen, ettől elvesznek olyan rétegei a sztorinak, ami egy bizonyos kultúrában nagyon erősen átélhető. Máshol meg abszolút nincsen, tehát Amerikában ezt amúgy se értené ott az ember. Ott más jellegű gondok vannak, és
És mi meg nem tudjuk átérezni annyira a terrorizmustól való félelmet, még most sem a jelen helyzetektől szerintem, mert mindenki csak legyint, hogy Budapest, ki a faszt érdekel, érted? Ott van Párizs, meg nem tudom, meg Berlin, meg ezek, azok a helyek, ahol igazán robbangathatnak ezek a beszökött terroristák ide a migráns hullámmal, de nem akarok elmenni a politikai irányba, pont leszarjuk ezt most, de szóval, hogy Amerikában ez szerintem egy igazán sokkal súlyosabb probléma, főleg egy World Trade Center utáni merénylet után, meg ugye ez nem az első merénylet volt a World Trade Center után, meg, de tényleg ottan azért több olyan eset volt. Meg nyilván az ottani sajtó azért jobban átrágta mondjuk az afganisztáni helyzetet, előtte még az irakit, hogy bármit, hogy azért ott ne, mi most persze hogy néha halljuk a híreket, hogy Afganisztánban megint felrobbantottak valami, de ott azok ilyen mindennapos dolgot, elég csak mondjuk az amerikai mesterlövészre gondolni, ami azért ugye úgy kezdődik, hogy a Különbsz 11 bevonuló katonának, szóval hogy az neki már egy elég indokolt ahhoz, hogy akkor ő most itt megváltsa a világot, és az a film meg aztán igazán baszottul nagy siker volt az USA-ban, ugye 2010, mert a tavalyi évnek a, vagy most már tavaly előtti évnek, hogy hogyan? Mindegy, Igen, a egyik 2014-nek a a legnézettebb. legnézettebb filmje volt, igen. Igen, más a kulturális helyzet, és ettől aztán tulajdonképpen ez az egyik része annak, hogy ez a remake értelmes, hogy egyáltalán megszületetett, még ilyen rövid távon, ugye 5-6 év van a két film között, ami azért lássuk be, nem egy nagy cucc, mert egy filmet simán csinálnak 6 évig, mint olyan a kigondolástól elkezdve a megvalósításig, tehát itt a Development Hell-ben az ennél sokkal tovább is tartózkodnak a produkciók, szóval hogy ez egyáltalán nem hosszú idő a filmvilágban, és mégis elkészült, ez az egyik része. A másik része pedig szerintem, ami egy nagyon pozitív dolog, hogyha még nem is sikerült olyan jól, és ezt leírtam a kritikában, hogyha még nem is sikerült olyan jól, akkor is ráirányítja a figyelmet arra, hogy van az az argentin film. És ez szerintem önmagában egy pozitív dolog. Mert attól függetlenül, hogy ez a film hogy sikerült, az argentin film még ugyanolyan marad. Ez egyébként egy abszolút jogos dolog, tehát én se tudok vitatkozni, hogy nyilván nem kisebbíti, vagy nem teszi tönkre az eredeti filmet, tehát hogy ilyen szempontból én sem mondanám károsnak, csak én azt érzem rajta, hogy tehát amellett, hogy tényleg nyilván tagadhatatlan az igyekezet, hogy megpróbálta megfelelő kultúrkörbe áthelyezni ezt a történetet, nem igazán sikerült megragadni ezen keresztül azokat a dolgokat, ami szerintem kultúra függetlenül is működtek volna, vagy legalábbis működniük kellett volna. Tehát nyilván van ez a terrorizmusos vonulat, ami, hát most mindegy, nem akarok ezen többet rágódni, de én azt éreztem rajta, hogy nem tudja ugyanaz a súlya képviselni, de hogy egyáltalán a konkrét szereplők sorsában például az, hogy ennek nyomán ugye az eredetiben a főszereplőnek nem is nem gyakorlatilag évtizedekre el kell menekülnie, és ugye az tesz pontot a kronológiai szerinti első idősík végére. Itt pedig gyakorlatilag egy ilyen önkéntes száműzetésbe vonul, de kicsit ilyen önsajnáló jelleggel, tehát hogy ott is egészen más, egészen nagy ívű az a történés, ami ennek a szereplőnek a sorsában megtörténik, vagy akár mondhatnám azt is, ahogy ugye van mindkettőben ez a kisebb mellékszerep, amit az eredetibe a társ ügyész képvisel, akit hát gyakorlatilag egy kicsit ilyen humor forrásként is használ fel a film, de ugye azt kell tudni róla, hogy egy ilyen folyamatosan viccelődő, komolytalan, hát kicsit alkoholista karakter, akinek ugye aztán úgy teljesedik be a sorsa, hogy végül feláldozza magát a főszereplő helyett. És itt most ez úgy néz ki, hogy megvan egyébként ez a rendőr karakter, de nem vele történik ez meg, hanem a főnökkel, akivel a főnökségnek konfliktusa volt, és aki igazából nem is áldozza fel magát, hanem tulajdonképpen egy ilyen eltévedt golyó eltalálja, de hogy tehát gyakorlatilag Megbánja a bűnjeit, igen, igen. tehát hogy gyakorlatilag Ez... egy ilyen gyönyörűen véghez vitt történetből sikerült két olyat csinálni, aminek igazából se funkciója, se értelme nincs igazán, csak így próbálta Billy Ray-re ráhúzni ugyanazokat a... Hát vagy ugye nem teljesen ugyanazokat próbálta, mert elvitte
másik irányba, de hogy valahogy próbálta ugyanazt megvalósítani, de úgy nem igazán látom benne, hogy mi lett volna a koncepció. Ezzel a részével, hogy a főhősnek a motivációi mondjuk teljesen más jellegűek, és talán nem olyan erősek, meg ezzel a mellékszereplős kavarással, úgy szintén abszolút egyet tudok érteni, mert tényleg ezek rosszabb megoldások, mint amik az eredeti filmben voltak. Ugyanakkor azt gondolom, hogy lehet, hogy rosszabbak, de most én így hirtelen kapásból megmondom, hogy nem tudnék ennél jobbat kitalálni. Nem tudom. De ez mondjuk Hát nem, nem, ez nem egy igen jobbat kell szar ér, kitalálni, igen. hanem akkor legalább ugyanazt megcsinálni, vagy ha nem is ugyanaz, de hogy, tehát, hogy én azt éreztem rajta, hogy mintha a rendező megnézte volna az eredeti filmet, és nem értette volna. Tehát, és nem akarom azt mondani, hogy menjen Transformers nézni, de például ott van a liftes jelenet, ami szerintem nem véletlenül lett az egyik leghíresebb jelenete az egész filmnek, ami ugye annyiból áll az egész, hogy a két főszereplő rájön, hogy a gyilkos, akit keresnek, az tulajdonképpen egy titkos ügynök, és hogy ezért hiába kapták el fogják engedni. És annyi történik, hogy miután így a, nem is tudom, főügyész, vagy talán miniszter, tehát egész magas pozíciójú ember leszitte őket, szállnak be az épületbe a liftbe, és ez egyik emeleten beszáll melléjük a gyilkos, akit elfogtak, és semmi más nem történik az egy perces jelenetben, csak beáll melléjük ez az ember, és fogja, előveszi a pisztolyát, felhúzza, és kiszáll egy emelettel lejjebb, és egyszerűen annyira gyönyörűen megfogalmazta, hogy ahogy visszakerül a hatalom, meg a kezdeményezés ehhez a kis stílű gyilkoshoz, és az elemi rettegés, ami ott a főszereplőinkben benne van, itt pedig már nem is tudom, hogy nézett ki ugyanez a jelenet, de itt Csak vigyorgott, igen, de tudod, hogy vigyorgott kiengedték, valamit, és ugye itt az volt a fő feszültség forrás, hogy ott volt a a Julia Julia Roberts is, Roberts igen, karakter, az akinek a lányát érintett. megölte, és aki aztán ettől teljesen kiborult, de hogy így ugye egy teljesen más értelmezést kapott, tehát hogy nem az volt az értelme, hogy innentől kezdve nem ők szolgáltatják az igazságot, hanem ők vannak kiszolgáltatva valaki másnak, hanem itt kb. Azt kapta, hogy hát nézd, hát így röhögve elsétál. Eleve ez a karakter nem győzött meg. Értem, hogy mindkét filmben egy ilyen nagyon kicsinyes, kis stílú figurát akartak megjeleníteni, de az eredetiben volt valami rémisztő benne, itt meg mintha egy ilyen pimasztini lett volna, aki így beszólogat, de hogy úgy nem, egy komolyabb nyaklevessel igazából helyre lehetne tenni. Viszont, hogyha már fikázzuk az új filmet, hogy ebben, meg ebben, meg ebben rosszabb, amiben szerintem jobb, az az, hogy de nyilván azért tartom jobbnak, mert hollywoodias a fogás, és valamiért az embert ezeknek jobban vonzák, nem véletlen hívjuk ezt hollywoodias fogásnak, az, hogy az érintett, a Julia Roberts karakter, az sokkal komolyabb szerepet kap benne, és ezért a sokkal És ez a személyesebb ügy szerintem ennek a nagy időtávlatnak, ami történik az események között, kicsit jobban megalapoz, szerintem. Tehát, Hát hogy a Julia Roberts karakter, mint kiemelve onnan a háttérből, hogy az csak egy valaki, akinek megölték a feleségét, és majd ő valahogyan majd bosszút áll, abból egy sokkal, sokkal izgalmasabb karaktert faragtak. Ami most persze lehet jó, lehet rossz, szerintem jobb, hogyha nem cseszték volna a legvégét azzal, hogy ottan még egy kicsit túlhúzzák a dolgokat, akkor szerintem még sokkal jobban ütött volna, mert ugye amikor ismered is ezt az embert, akit azt hiszed, hogy ismersz, és mégis egy ilyen dolgot tesz, ami ugye arról van szó, hogy a Julia Roberts karaktere végül elkapja a csávót, és 11-12 évig, nem tudom pontosan hány évig, bezárva tartja, és minden nap oda megy hozzá, tehát ide nem szól hozzá. És ugye, még az eredeti változatban is ez történik, itt attól lesz félelmetesebb a dolog, hogy amikor ez mind kiderül, akkor a másik főhősünk, a Siewert Ejiofor, megrökönyödik azon, hogy egy ilyen ember, akit ennyire ismer, ennyire szeretett, az ilyesmit is képes tenni, tudod. igen. Tehát jól ismeri azt, aki elkövette ezt az egészet, és azt mondtam, teljesen más megvilágításba helyezi a dolgokat. Nem csak egy valaki, aki ilyen gonoszan bosszút állt, hanem egy ismerős. Egyébként ezzel egyetértek, hogy ebből egyrészt nagyon sokat profitált, tehát tényleg így személyes ügy,
Nyilván az eredetiben kicsit nehezen magyarázzuk meg, hogy miért foglalkoztatja egy tök idegen ember bűnügye évtizedeken keresztül a főhősöket, de van abban is valami, hogy amikor ott csak összefut vele a pályaudvaron, és ugye ott mondja az áldozat férje, hogy hát hogy tudja, hogy erre szokott járni a gyilkos, és akkor ide jön minden nap, és várja, hogy hát ha meglátja. Tehát ezek szerintem annyira brutálisan erős dolgok így, hogy ott esik le így igazán szerintem a főszereplőnknek is, hogy itt mekkora tragédia történt, mert addig nem érzi át, amíg nem látja, hogy meddig képes elmenni ez az ember. Valamilyen szinten szerintem ugyanakkor az eredetűnek sikerült érzékeltetni, hogy olyan szintű dráma, meg olyan horderejű dolgok vannak, amik ugyanakkor képesek kiváltani ezeket a reakciókat, még ha nem is személyes ügy, vagy nem is súlyos ügy a főhősök számára. Tehát egy kicsit olyan klisésnek éreztem, hogy akkor, amikor bevágták azt az egy vagy két flashback jelenetet, amikor ott van a Julia Roberts lánya, és akkor az Edgy Ofor-ral poénkodik, tehát hogy valahogy ilyen annyira hollywoodiosan idilli volt, hogy hát lássátok, hogy igen, ő az, és hogy milyen bájos volt, és hogy szerette a főhősünk, és akkor így, hát igen, most akkor egyértelmű, hogy el kell kapni a gyilkosát. Igen? Már csak a barbecue party hiányzott, tudod, ez Igen, a igen. klasszikus amerikai idillből. De ezt mondtam is, hogy hollywoodiasabb, Igen. tehát ezekre abszolút lehet számítani. Tulajdonképpen ettől egy kicsit kommerszebb is lesz a film. Azt megint el lehet dönteni, hogy az vagy jó, vagy rossz. Nyilván az igazán film szeretők azok azt mondják, hogy ez rossz, de én még továbbra is azt tudom mondani, hogy ettől, mivel hogy fogyaszthatóbb lesz, szerintem szélesebb rétegeknek meg tud nyílni ez a sztori, ami szerintem alapjaiban véve nagyon hasonló a kettő, tehát mondhatjuk azt, hogy jó sztori mind a kettő. És igen, megbukott a film Amerikában csúnyán, mert annyira nem csúnyán, mert behozta azért a gyártási költségeit, de igazából a kutya nem volt kíváncsi rá, szóval lehet mondani, hogy most én tévedtem azzal kapcsolatban, hogy bár kommersz, mégsem mentek rá az emberek, de szerintem ez idővel azért mondjuk egy tévészereplés után sokaknak meg lesz, mert hogy sokan fogják látni ezt a filmet. Ami még fontos szerintem, az argentin változathoz képest, hogy ugye ismertebb, nyilván számunkra ismertebb színészek játszák a főszerepeket, ugye Nicole Kidman, Julia Roberts, és a kimondhatatlan nevű Chiwetel Ejiofor, azért mindenkinek megvan az arca, még mondjuk az argentin színészetnél a Ricardo Darín. Igen, hát azért mondjuk tegyük Igen, hozzá, hogy az... őt rajta kívül azért Igen. nehezen tudunk bárkit beazonosítani, legalábbis én személy szerint így ővel találkoztam már több helyen is, de többiekkel nem. Szóval, hogy ez is egy kicsit segít ezen a történeten, hogy ismert arcokkal adatják elő. Hát abszolút, hát én pont azt az egzotikumot hiányolom belőle, amit mondtál is, hogy ami az eredetiben megvolt, és például a stadionos vágatlan jelent, ami szerintem minden idők egyik legjobb ilyen hosszú beállítása, szerintem elképesztő. Nyilván ezeket igazán mi értjük meg, mi élvezzük, és nem az, aki csak bemegy a moziba, és akkor szeretne valami krimit látni, de én úgy gondolom, hogy azért a kommerszesítés, vagy az emésztetőség oltárán nem kellett volna minden ambíciót feláldozni, és nem kellett volna ennyit feláldozni, és szerintem kicsit azért is, akkor nem mondom, hogy bukott meg, de bicsaklott meg ez a film, mert egyszerűen nem tudott, pont ez a jellegzetesség hiányzott belőle, tehát... Két szék között a pad alá, úgy gondolod, hogy ahhoz még nem elég kommersz, hogy a közönség megzabálja, De én azt mondom, tehát ahhoz hogy már túl kommersz, hogy mondjuk a filmértők, a kritikusok meg ezek a szívükbe zárják, tehát erről én van szó. nem azt mondom, hogy túl kommersz szerintem, tehát hogy éppen egy kommersz volt, csak mondjuk ha elolvasod a történetet, akkor oké, valakit megöltek, nyomoznak utána, abból nem fogsz rájönni, hogy mondjuk ennek a filmnek az lesz a végső csavarja, hogy fú, az egyik szereplő a gyilkos bezárva tartja több mint egy évtizeden keresztül, és hogy ennek milyen morális dilemmái vannak. Tehát, hogy nem érzed azt, hogy ebből ez így elő fog jönni. Míg Jó, de mondjuk... hát ez a harcosok klubjából se jön elő, hogy hú, de ez a kettő, tehát a szinopszist olvasva, hogy hú, úgy érzem, hogy ez a kettő ugyanaz a szereplő, vagy Hát szóval, nem, hogy nem de értem, hogy mondjuk a olvas egy csavart miért kéne szinopszis... lelőnie a szinopszisnak. Tehát elolvasod azt a harcosok klubjánál, hogy valaki ilyen önkéntes verekedő
klubot alapít, azért az valamilyen szinte megfogja a fantáziádat, vagy nem tudom, most akkor maradjunk a krimik talaján, tehát ez a Gone Girl, ami ugye a tavalyi év nagy krimi sikere volt, és ami azért szintén nem egy szokványos krimi. Ott is volt egy ilyen csavar, hogy akkor most ugye eltűnik valaki, és tulajdonképpen annak a szemszögéből látod a történetet, aki lehet, hogy megölte. Tehát, hogy ilyen Hát szempont. jó, igen. Tehát a Gangörnél ugye az a jó, hogy ott azt el tudták adni a marketingbe, úgyhogy Hogy nem kell ott a... semmit lelőni, tehát ott se lőtték le a Igen. csavarokat, de... Csak a misztikummal lehetett adni ezt a filmet, meg nem tudták szerintem a misztikummal eladni. Tehát, mert igazából Mert igazából az nem a... is a misztikum a lényeg, tehát hogy mindkét Igen. sztoriba a felénél már megvan a gyilkos, sőt itt az elején szinte nem is tudom, tehát villámléptekkel megoldják magát a bűnügyet, tehát hogy itt meg nem ez van a hangsúly, de azt meg úgy előzetesen néz ki bontani, hogy itt milyen gondolatiság, vagy milyen mélységek jönnek még ebből elő. Szóval azt akarod mondani, hogy ez egy tulajdonképpen egy kicsit hosszúra nyújtott, döglött takták epizód volt. Nem néztem döglött taktákat, úgyhogy nem tudom, De de... ki lehet találni a döglött takták, hogy a régi ügyeket vesznek elő. Na, szóval én sem láttam sok mindent, csak párszor a tévében elkaptam. Mert lényegében itt is erről van szó, hogy elővesznek egy régi ügyet, és kicsit újra nézik, tudod. Hát igen. Így is lehet. És persze ilyenkor mindig elgondolkodik az ember, hogy hát jó, edett film, az meg csak egy szaros sorozat, tudod, de hogy mégis azért ilyenkor sok a párhuzam, és a krimiknél szerintem ez gyakori probléma, hogy annyira túl van telítve a piac ilyen krimi sorozatok, hogy az ember már érzéketlen lesz az ilyen gyilkossági ügyes nyomozósdikra, mert annyi van belőle, mint a szar, nem? Most azért tehát a kortárs helyzetre nem mondanám, mert nem jön ki olyan brutálisan sok krimi, de ami kijön, az viszont szerintem egyszerűen tehát tényleg tucatáru. Tehát szerintem inkább az erodálja a kriminek a renoméját, hogy jó rész borzasztó igénytelen, vagy hát nem is azt mondom, hogy igénytelen, de olyan darabok jönnek ki, amik nem tudnak igazán újítani a műfajon, vagy nem tudnak valamit hozzáadni, mint mondjuk az említett Holtadiglan tette tavaly. Ja, ugyanaz, mint például a fátlengyilkosok meg a nyomtalanótól, az is tök ugyanaz a döglött adták jellegű A nyomtalanót láttam, sorozat. az abszolút igen, Hát ilyen. az de annak még szerintem a megvalósítása is, szóval az tévéfilmesebb szerintem legalábbis. Szóval az ilyen szempontból igen, egyszerűen az a baja vele, hogy derogálja a krimi műfaját. Tehát a skandináv krimi, tudod, mindig mondják, a skandináv krimi, de megnézel két ilyen fátlangyilkosokat, meg a nyomtalanót, aztán már jó. Ezt, mint hogyha már láttam volna a tévében 50-szer, tudod, szóval. Ugye az a helyzet, hogy mi azért tudjuk mondani, hogy a skandináv krimi, mert valószínűleg az jut el hozzánk, ami igazán kiemelkedő. És valószínűleg azért skandinávoknál nem a Joe Nesbø, meg a... Most nem jut eszembe, aki a tetovált lányt írta. Tehát hogy azért nem csak ezek a nevek vannak a könyves piacon, hanem van 6 millió másik, és amikor egy-egy ilyen kevésbé erős darab is becsúszik, akkor látjuk meg, hogy jó, hát azért tehát a skandináv krimi se azt jelenti, hogy van 500 darab zseniális írójuk, hanem hogy van 5-10, de hogy alatta nyilván ugyanilyen tucatáru van. Ja, jó, de ott is a tucatárot veszik, hát ez a legnépszerűbb film, Fátyángyilkos volt, meg a Fátyángyilkosok volt, meg a Nyomtanú, szóval a hazájában, érted? Szóval Na de azért ez... majd ha jön a hóember, az meglátod, hogy azért az nem egy tucat krimi lesz szerintem. Legalábbis ha a könyvhöz sikerül hűnek maradni. Mi a verdikt? Mi a verdikt? Hát én nekem az lenne a verdikt, hogy aki nem látta egyiket se, annak most egyrészt jól leszpoilereztük, de hogy az eredetit nézze meg. Meg igazából én mindenre csak azt mondom, hogy az eredetit nézzék meg, tehát hogy... Uncsi. Hát jó, tehát Nem hogy mered felvállalni a véleményedet. Ez olyan, aki a hogy... Transformers-t nézte meg 2014-ben, és az volt a kedvenc filmje, 2015-ben meg a Star Wars, és megnéz évente 10 filmet, az mondjuk oké, nézze meg a remake-et, lehet, hogy jobban is fog tetszeni neki. Na mindegy, nem akarok ebben már belemenni. Nagyon De snob mondat volt ez. igen, ez egy nagyon sznob mondat volt, ráadásul aki csak évente 10 filmet néz, az biztos nem fogja ezt megnézni. Meg nem fog filmes podcastet hallgatni. Hát akkor meg Főleg nem ezt a azt hiszem szart. igazam van abban, hogy mindenki nézze meg az eredet. De azt már reméljük, hogy látták, úgyhogy ez a podcast tulajdonképpen értelmét is Hát vesztette. legalább meggyőztük őket arról, hogy ne Ja. nézzék meg a remake-et. Én azt mondom, hogy tegyetek vele egy próbát egyébként. Nem, egyáltalán nem olyan vészes, mint ahogyan azt lefestik sokan ezek a sértődött kis hisztigépek.
Köszönöm szépen. Hát igen. Szóval, ha Most nem felkerül add Dani Netflixre, Garcia lesz. akkor nézzétek meg. Úgyhogy köszönjük, hogy meghallgattatok minket, és következő héten ismét Lisztessel térünk vissza egy talán kicsit izgalmasabb film kivesézésével, úgyhogy még egyszer köszi a figyelmet, és sziasztok! Sziasztok!